a 16 induló közül. Borzasztó erős berántás, repül a gerely, és már mikor fél úton van, óriási a hang a stadionban, látják azok is, akik nem értenek hozzá, azok is, akik igen, túlszáll minden elképzelhető vonalon. ...94 méter, 58 centiméter, óriási világcsúcs. Szemből Miklós, de ez nem az a dobása, ez a nagy dobása, persze ez bejátszás. Pedig itt is ő következik. Na hát így örült neki. Pedig nem tudja pontosan, hogy mennyi, de érezte, hogy nagyon messzire ment. Nagyon-nagyon messzire ment, csak akkor látnánk az arcát, amikor kiírják azt a 94-58-at. Hát ez kemény dolog volt, jó dolog volt. Nem nézi a táblát. A tábla most tőle balra van, amerre fordul. Most írják talán ki. Nem, azt az arcán látnánk. Most írták ki neki, tessék, most írták ki, de most az arcát nem lehet látni. Hát mi nem most osztják el azt a képernyőt négy felé, vagy legalább két felé. Na itt van. És közben a valóságban is lenne áll a dobópályán. És most már valóságban, tessék nézni az utolsó dobását. Egy kicsit laposabb, mint az eddigi dobások, és hegyese nagyon lesz. De van hegye, és 87 méteres dobás. Magasba két karja. Hát ebben a mezőnyben ő a legjobb ma. Olimpiai bajnok, mondják franciául, mondják angolul. Miklós német. Itt így mondják, Németh Miklós Magyarország. Fantasztikus új világcsúccsal, 94 méter 58-tal, erre vagyunk Miklós, ide így bizony, itt vagyunk, szervusz, gratulálunk. Ott van fönn a világ tetején. Dr. Csanádi Árpád, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottságának tagja, akasztotta a nyakába az aranyérmet. Két finn versenyző veszélyeztette az elsőséget, vagy szerette volna veszélyeztetni. Közülük, akitől kevésbé féltünk, lett a második, Hannu Titonen 87-92-vel. A harmadikon pedig nagyon szép siker ez is, a román Megelea. Nekem meg jönnek, szorongatják a kezemet, mintha én dobtam volna. Most éppen az NDK-beli Dieter Pottl, valamilyen információra van szüksége, de csak a himnusz után kapja meg. Ilyenkor tulajdonképpen semmi értelme nincs okoskodni, mégis hadd okoskodjak egy picit. Utána azt kérdezték Miklóstól, hogy lesz-e 100 méter valaha a gerelyhajításban. Na most mindenféle szaklap írt ebben kapcsolatban, méghozzá a következőt. Az ellenszél egy versenyen, egy gerelyhajító versenyen jó esetben, ha optimális, akár 4 métert is segít. Montrealban szélcsend volt. Tessék kiszámítani. Hát ennyit atlétikából. Egy szóval, hogy lesz 100 méter, ez az úgy... Ezt inkább talán úgy, hogy ha itt nem egy ilyen zárt verseny, vagy egy ilyen zárt stadionban van a verseny, hanem egy optimális szélviszonyok között rendezik a versenyt,